12. alkalommal szervezte megnyílt napját az idén 20 esztendős székesfehérvári Herosz állatotthon. Az érdeklődők megismerhették a menhely lakóit, vagy például a vadmadárkórház munkáját is. A látogatókat dr. Berei Attila elnök köszöntötte. Az elnök méltatta az állatotthon dolgozóinak és önkénteseinek munkáját, Székesfehérvár önkormányzata és a szponzoráló cégek támogatását, valamint a hosszú évekre visszanyúló kapcsolatot a német támogatókkal is. Köszönet annak a nagyon-nagyon sok önkéntesnek, akik közreműködésével olyan eredményeket értünk el, hogy büszkén állhatunk bárki elé. Az eseményen a terület önkormányzati képviselőjeként Mészáros Attila is részt vett. Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik, írta egyszer Anatole France. Én azt gondolom, hogy azok, akik ma itt vannak, és azok, akik nap mint nap itt vannak, az ő lelkük nem alszik, hiszen már megtapasztalták azt, hogy milyen jó, milyen felemelő egy állatot szeretni, és milyen szeretetet kapunk ezekért a cselekedetért az állatoktól. A Herosz állatotthon az év minden napján nyitva tart és fogadja a látogatókat, a menhely munkáját tehát bárki megismerheti, és az önkéntes programok révén csatlakozhat is a Herosz csapatához. A nyílt napon kézműves játszóház, vetélkedők, érdekes játékok várták a gyerekeket, a látogatók sztárvendégekkel is találkozhattak, és a gazdik például négylábú kedvenceikkel az agility pályát is kipróbálhatták.